Na sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban a cegoacce.com nevezetű oldalon fogunk játszani. Amint láthatjátok, megszántak engem egy 150-essel, 150 ezer coinnal, azaz 150 euróval. Igen, az oldal szán meg, szóval én nem leszek egy olyan hülye elvetemű utához, hogy én 150 dodót ide fel fogok rakni a saját pénzemből. Szóval igen, itt van cegoacce.com, egyébként ingyen 1 dollárért, beírjátok a kódomat, hogy mzoli, szóval rámentek itt arra, hogy affiliates, és ide a friends kódhoz beírjátok azt kicsivel, hogy mzoli, és ezért kaptok 1 dollárt, azaz 1000 eurót, amit el tudtok játszani. Rámentek itt arra, hogy use code, és először is be kell csatlakozzatok a csoportba, ennek az oldalnak a csoportjába. Rámentek itt a chaten, ugye meg fog jelenni, hogy you need to be a member of blablabla. Bla, bla. Rámentek itt a csoportra, meg fogja nyitni nektek az ablakot. Becsatlakoztok, kell várjatok 15 percet becsatlakozás után, hogy rögzítse az oldal, hogy ismerje fel az oldal, hogy beléptetek. Utána kiléptek a fiókotokból vissza be, és működni fog a referál beírás, és amint említettem, kaptok ingyen 1000 coint, hogy eljátszatok. Na akkor biztos megyünk, hogy játszunk. Van itt nekünk 6 játékunk. Van egy crash, van egy roulette, egy blackjack, egy Tibian Dice, egy jackpot és egy Russian coin flip. Mindegyiket meg szeretném nektek mutatni, viszont a crash-sel és a roulette-tel fogunk legtöbbet játszani, ugyanis szerintem ez a kettő a legérdekesebb. Kezdjük a crash-sel, ugyanis ez a legelső. A crashnek az a lényege, hogy beraksz itt egy adott összeget, tegyük fel most 2000-rel, mindjárt ki fogjuk próbálni. És mindjárt kezdődik egyébként a kör, és ez a kis vonal, ami most megy felfel 1,2-szörnél van. Gondolhatsz te arra, hogy te meg akarod duplázni ezt az egészet. Szóval meg kell várni, hogy ez a kis vonalka felérjen 2x-ig, azaz kétszeresig. És te itt meg tudsz nyomni egy gombot, azaz meg szeretnél állni. Attól a pillanattól kezdve meg lesz duplázva az a pénzed. Viszont ez nem mindig fog felmenni 2x-ig, szóval amikor már 1,3-nál elbukik. És hát akkor elbuktad azt az adott pénzt, amit beraktál. Viszont ezt most meg fogom nektek mutatni, így most lehet bonyolult volt egy kicsit. Például látjátok, most 1,15-nél már meg is állt, szóval aki duplázni akart, hát annak nem sikerült és elbukta a pénzt. Szóval itt is van a 2000-es, amelyik arra, hogy place bet, és én most tegyük fel, meg akarom kétszerezni ezt az egészet. Szóval megvárjuk, hogy felmenjen egész 2x-ig, viszont ez már hamarabb is elbukhat. Hát reméljük, hogy nem fog hamarabb elbukni, légy szíves, menj fel 2x-ig, és akkor meg tud duplázni. Ez az, jó, megvan. Egyszerűen megdupláztuk, látjátok, 2,26-nál már meg is állt, viszont ez hamarabb is meg tudott volna állni, megdupláztuk a pénzt, és amint láthatjátok, most már 152 000-be vagyunk, elő voltunk 150 000-be. Mi, hogy itt vagyunk a rulettnél, azért próbáljuk ki a rulettet, tudjátok mi az a rulett, van itt egy adott összeget ugye fel tudsz rakni pirosra, zöldre és szürkére, hogyha pirosra rakod, akkor azt meg tudod duplázni, hogyha szürkére rakod, akkor is ugyanúgy duplázod, viszont hogyha zöldre rakod rá, és véletlenül beadja, akkor 14-szeresét megkapod annak az összegnek, amit beraksz. Azért a 14-szeresét, mert a zöldet, hogy bedobja, az egy nagyon ritka dolog. Jó, akkor most beraktunk egy 5000-est, azaz 5 eurót, és körülbelül 20 másodpercet kell várni, és utána pörgeti is a játékot. Na mivel, hogy mi most szürkére raktuk, ezért, hát mi most a szürkért imádkozunk, szóval állj meg a szürkén, állj meg, és ne menj át a pirosra, és átment a pirosra, nem már. Akkor most csináljuk azt, hogy megduplázzuk, és rakunk például egy 10 000-est, viszont most a pirosra. Oké. Jó, meg is van, pörög, és akkor légy szíves, a pirost ad be, már volt eddig 3, vagyis 2 piros, és beadja a pirost, ez az, beadta a piros, srácok. Hát visszanyertük azt, amit elbuktunk, sőt, még profitba is jöttünk, szóval 157 000-nél vagyunk már is. Na menjünk át most a blackjackre. Ez tulajdonképpen, nem tudom, hogy nálatok magyaroknál hogy hívják ezt, 21-es kártyákba szokták játszani. Fel tudunk mi itt rakni 5-5, 50-et, 500-at, 5000-et, 50 000-et és 500 000-et. Játszunk mi most jelenleg egy 5K-val, azaz 5000-re 5 euróval, szóval rárakunk egyet, deal. És itt most nekünk beadott egy lapot. Egy J-t és egy 6-os, na várjál, ez a blackjack, ez egy kicsit más, ahogy én elgondoltam. Azt hittem, hogy csak számok vannak itt, és el kell juss el 21-ig. Viszont, hogyha túlhaladod azt a 21-et, akkor azt elbukod. Na várjál, akkor én standelek, oké? Okay? És win. Megvan, zsír, akkor ezt megdupláztuk. Aki tud blackjackezni, annak jó. Szóval itt van a Tibian Dice, és itt van nekünk egy dobókockánk. Felrakók, mit tudom én, ide is egy 5000-est, és van itt egy olyan, hogy low, azaz 1-től 3-ig, és van egy olyan, hogy high, az egy 4-től 6-ig.
El kell találni, hogy mit fog a kocka sorsolni nekünk. Tegyük fel most, nekünk egy 4-től 6-ig számot fog sorsolni, itt a 5-öst, nem tudom. És ez igenis 4-től 6-ig sorsolta a 6-os, szóval megdupláztuk, majdnem, 1,9-szer, szóval az nem épp megdupláztuk, hanem csak majdnem. Viszont pluszba jöttünk ki, az a lényeg. Viszont most megtippelem azt, hogy ló lesz, szóval 1-től 3-ig fogja a kocka kisorsolni. És így van, 2-es, ezt is megnyertük, szóval már 171 ezerben vagyunk, eddig jó, vagyis kacok már plusz 20k. Következő játék az a jackpot, a jackpotot most nem szeretném kipróbálni, ugyanis, vagy de kipróbálom, mert azt hittem, hogy skinekkel van, viszont nem, itt csak coinokkal fogsz játszani. Berakok 10 000-et ide, és szóval play, és most nekem van 60% esélyem, hogy nyerjek. Minél nagyobbal játszol, annál több esélyed van, hogy nyerjél. Viszont látjátok, hogy folyamatosan jönnek a snipe-ok, meg az emberek, és ja, na nekem most van hány százalékom? Léci, és nem vittük el. Hány százalékkal vitte el a srác? 15%-kal elvitt 5000-et. Menjünk most a Russian Coin Flip-hez. Itt ez azért elég sokat lehet bukni azért a másiknál. Ez az 1165, ez pont jó lesz, és akkor 50-50%-unk van. És... hát meglátjuk, hogy ki nyer. Csak ne engem lőj. Ne engem lőj le, lőd le azt. Ne engem. Ne lőj le, azt lőd le. Azaz! És megnyertük, srácok. 50-50% volt, és megnyertük. És van itt egy 500-as, erre gyorsan be is megyünk, elvett tőlünk 500-at, meg az ellenségtől is elvett 500-at, és akkor 50-50%-unk van. Lássuk, hogy én vagy ő, én vagy ő. És ez az, megint nyertünk, srácok. Zsír. Megvan. Jó, akkor menjünk vissza a rulethez, ugyanis nekem ez a kettő a kedvencem, a rulett és a crash. Jaj, gyorsan be tudunk rakni 2000-et zöldre. És beraktunk 2000-et a zöldre? Hát nem. Formán nem rakott be a zöldre, hogyha nem, amúgy se adta volna be zsírt. Esküszöm, berakok egy 5000-est a zöldre, és egy 20000-est a mékre, a szürkére, srácok. Lássuk, hogy hogy beadja a zöldet, egyébként, hogyha beadná, akkor az 14x5, hát az sok lenne. Szóval az mindenképp profit lenne. Amit látjátok itt a historiba, hát még nem volt zöld, mert mint hogy már elég rég nem volt zöld, szóval jó lenne egy kis zöldet, hogyha beadnál. Jó lesne. 5000 van a zöldön, hát pirost, most ha beadja a pirost, akkor az egyáltalán nem jó, legalább a szürkét beadta, 20000-et raktunk a szürkére, azt a mindenit 177000-ben vagyunk, szóval jaj, itt megdupláztuk a dolgokat. Jó srácok, én hiszek a zöldben, szóval én 5000-et akkor is elrakok a zöldre, és 20000-et a pirosra. Csapt ki neki, ha bár ez zsozés volt, bocsánat. Na, vagy zöld, vagy piros, és szürke. És szürkét adta be, pont azt, amit nem kellett volna, azt a mindenit. Jó, akkor most szépen visszamegyünk a crashre, és itt jó lenne visszaszerezni a veszteséget. Azt a mindenit, srácok, nézzétek, már 700-szorosnál van, már 800-szornál van, és 799,96-nál pont megakadt. Képzeljétek el, aki berak 1 eurót és leáll 800-szor, hát ez 800-at nyer. Egyébként most 20000-et berakunk közbe 1,04-nél megállt. What the fuck? Jó, nem érdekel. 32000-et. Gyorsan. 32000, place bet. Meg akarom duplázni. Meg akarom duplázni, visz... 1,01-nél... 1,0-nál leakadt. Hát mi ez? Jó, srácok, nem állunk meg. 35000-et berakok, és légy szíves, most már jó lenne, hogyha beadna egy kétszeres. Légy szíves. Menjél fel 2x-ig. 2,00x-ig jó lenne, hogyha felmennél. És akkor gyorsan meg tudunk állni. Léci. Ez az, megvan. Jó. Megvan, visszaszereztük, 135000-ünk van, berakok még 20000-et, így, place bet, és megint megvárjuk a kétszerest. Ú, de lassan indultál el. Úha, egy kétszeres jó lenne mondjuk, hogy mindig ugyanúgy indul, azt nem tudom. Megint egy kétszeres, srácok, jó lenne, hogyha beadna. Jó, megvan, meg is állunk, srácok, nem tudom, hogy meddig akar felmenni, de visszaszereztük a veszteséget. Szóval nagyon-nagyon-nagyon zsíredik, vissza még most rulettezni picit, oké? Okay? 56000-est, ugye 100000-ig nyugodtan menjünk le. 56000-et, srácok, a pirosra, jó, 56000-et megpróbálunk a pirosra, és hogyha esetleg valami baj történt, nem, a zöldre most nem rakunk, nem, a zöldre most nem rakunk. Ú, azért figyeld, itt eléggé nagyobba játszanak, szóval itt ez 200000-et berakott, szóval 200 eurót. Hát igen, az, hogyha elbukja, akkor szerintem visítani fog. Na viszont mi nekünk a piros kell, és hát ez nem piros, hanem zöld. És raktam volna a zöldre, srácok, és nem raktam, mert hülye voltam. Jó, akkor srácok, 100000-nél vagyunk, hát eléggé elbuktuk itt a dolgokat. Menjük vissza 150000-re, jó lenne. Egy 25000-est akkor berakunk a
Berakunk a pirosra, jó? Még mindig a pirosban bízunk, reméljük, hogy most a piros be fogja adni, hát jó lenne. Már rég volt egyébként piros, már 3 köre óta nem volt. Léci, add be a pirost, és a szürkét adod be, már megint nem már. Komolyan, ez mi? Valamit nagyon, de nagyon kiként találni. Mit csináljunk, srácok? Menjünk reselni, és akkor berakunk most hirtelen 25 ezret. És várjuk meg, hogy megint duplázni akarok. Oké, megint duplázunk, place bet. És megpróbál megduplázni, oké? Gyorsan menjen fel egész kétszeresig, nagyon jó lesz, hogyha felmenni kétszeresig, és akkor meg tudnánk duplázni, visszahozna körülbelül 100 000-ig, aztán vissza tudnánk menni. Léci. Úgy, jó, lesztopoltam, és visszamentünk 100 000-ig, 2,5-nél is megálltam volna meg. Ó, felment 3-ig is. Na mindegy, ilyenkor már nem gondolkozunk azon, hogy mit folytatódik. Berakok 10 000-et a zöldre, és 20 000-et a szürkére. Á, ezt már nem rakta be. Azt a mindenit, és akkor most 10 000-re játszunk az öldön? Hát ez szar. Ez nem adta be, ez mi? Fúj. Jó, akkor 50 000, mondom 50 000 a szürkére. 50 000 a szürkén, srácok. Muszáj lenne megduplázni. Add be a szürkét, add be a szürkét! És pirost adod be. 20 000-rel bemegyünk. Az 20 000, igen, az 20 000. És megvárjuk, hogy 2-szörig felmenjen ez a crash. Húha, és nem. Place bet. Srácok, 416 coinunk van. Léci, menj fel kétszeresig. Fel kell menjél kétszeresig, legyél szíves. Jó, megállunk, nem menjünk tovább. Visszamentünk 40 000-re, srácok. Jó, srácok, még mindig nagyokban játszunk. Én ráraktam egy 5 000-est a zöldre. Az a zöld most, ha beadná, akkor az most eléggé jó profit lenne. És nem. Rárakok 15 000-et a szürkére, és hát azt reméljük, hogy be fogja adni. Pörög. És szürkét, légy szíves. És piros, srácok, nekem ebben egyáltalán nincs szerencsém. Szóval nem, én nem tudom eltalálni, és nem tudom így megjósolni, mi akar lenni. Srácok, nem érdekel, 20 000, kicsapjuk a 20 000-est, leszarjuk, jó? 20 000. 20 000, még pedig zöldön! Nem ment rá a zöldre? Jó, akkor ezt Isten is úgy akart, hogy a pirosra rakjam. Szóval én most a pirosra rakok 20 000-et. Mondjuk már volt kétszer piros, de attól még beadhatja harmadjára is. A zöldre akartam rakni, és hogyha beadná a zöldet, akkor meg tudtuk volna azt a 20 000-est 14-szerezni, azaz 240 000-ben lennénk. Srácok, ha ezt most elbukjuk, akkor vége van a videónak, azt így realizáltátok? És ha beadja a zöldet... Hú, és pont nem, de hát akkor is basszus, hát mi ezt elbuktuk. Hallod? Én örülök annak, hogy elbuktuk. Saját felelősségre tejetek be skint, saját felelősségre játszatok. Jelenleg 150 000 coint elbuktunk, még szerencsé, hogy az oldalatta. Én mindenképpen szeretném nektek köszönni a figyelmet, srácok. Még egyszer, hogyha esetleg beszeretnétek lépni az oldalra, és szeretnétek ingyen 1 eurót, és nem így elbukti, mint én, akkor beírjátok azt, hogy mzoli. És rámtek arra, hogy use code, majd szépen beléptek a csoportba, viszont itt most azt írja, hogy cannot use own code. Nagyon szépen meg szeretném köszönni a figyelmet, és leírásban ott van minden link. Na, kösz szépen a figyelmet, és tetszés esetén nyomjatok egy lájkot. Na, sziasztok!